Ma elmentek, akik hangoskodtak, ma elmentek. Próbáljuk meg folytatni, jó, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, polgármester úr. Csak azért, mert ugye nagy érdeklődések alatt számolt ez a napirendi pontunknak a tárgyalás, és lehet, hogy vannak olyanok a karzaton, illetve kín a ház előtt, akik később érkeztek, és nem követték elejétől fogva ezt a vitát, mert nagyjából olyan 16 óra 35-40-től kezdtük tárgyalni ezt a napirendi pontot. Én szeretnék néhány dolgot megismételni, csak hogy rögzítésre kerüljenek a dolgok. A fekete képviselőnek a reagálnék először, hogy milyen lépéseket tett az önkormányzat. Tehát 2011.10.12-én, aztán 2012. április 5-én, majd 2012. 6.-29-én
küldött felszólításokat a cégnek, hogy tegyen eleget a szerződésben vállalt kötelezettségének. Csak azért, hogyha valaki néz a karzatról, itt vannak nálam ezek a felszólító levelek és kérdővevények, amelyekben ezeket átvette a cég, és ugye ezekre ők válaszoltak is. Majd ennek nyomán egy felszámolás eljárást is indított az önkormányzat a Qualitin Kft-vel szemben, amit a bíróság utasított el. Tehát az önkormányzat nem csak felszólító leveleket küldött, hanem indított egy felszámolási eljárást a cég ellen, amit a bíróság elutasított. Ezt mint ténykérdés, ezt szeretném rögzíteni. Aztán a 2013. december 12-én tárgyalt előterjesztésben rögzítésre került, és a szakértői anyag, tehát a pénzügyi szakértő és a jogi szakértő is egyértelműen megállapította, és a cég mérleméről kiderült, hogy a jelen pillanatban a Qualitin Kft-nek körülbelül mínusz 240 millió forinton áll a mérlege. Azt jelenti, hogy a cégben nemhogy egy forint plusz, körülbelül 240 millió mínuszban van a cég. És ezért, illetve az egyéb jogi körülményeket, amiket végig mérlegeltünk ebben az előterjesztésben, ami akkor a testület elé került, született meg az a javaslat, hogy mivel mínuszos a cég, és korábban a megkísérelt behajtás sem járt sikerrel, ezért jelen pillanatban nem kíván az önkormányzat jogi lépéseket tenni ebben az ügyben. De hangsúlyozom, ez jogi és gazdasági szakértői anyagokkal van alátámasztva. Ezt nem csak a képviselőt testület, vagy valamelyik bizottságban hozta ezt a javaslatot, és került ezáltal megszavazásra, hanem külsős, jogi és gazdasági szakértők támasztották előtt alá. Tehát én továbbra is föntartom az akkori döntésünket és álláspontunkat, és korábban is ezt elmondtam, hogy decemberi döntésünk óta semmilyen egyéb, sem jogi, sem újabb gazdasági körülmény nem előzött arra nézést, hogy a cégnek változott volna a jogi helyzete, vagy a gazdasági helyzete, ezért én úgy gondolom, hogy nem lenne érdemes bármilyen lépést is ezúttal megtenni. És csak hogy visszatérjek arra, hogy 66 millió forintról beszélünk. Igen, az önkormányzat eddig ezt az összeget fizette ki az úszoda leasing kapcsán, de azért, hogy ez az úszodát ő tudja működtetni, eddig is ő működtette és ezután is ő működteti, tehát az úszoda működtetése miatt fizette ki ezeket a leasingdíjakat, mert fennáll annak a veszély, hogyha a leasingbe vevő nem fizet ki a leasingdíjakat, akkor a leasingbe adó a leasingtárgyat visszaveszi és azt bezárja. Tehát ezt szerintem senki nem szeretné. És én az előtt tettem egy határozati javaslatot, amit főjegyző asszonynak át is adtam, amivel szerintem ezt a napirendi pont tárgyalását és a vitát le lehetne zárni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Fülöbzsel képviselő. Azért előfordulnak olyan jogi ügyletek, amikor valaki valamit vállal, és azt teljesíti. És előfordulhatnak ebben az esetben is tulajdonos arányi változások. Tehát az nem eleve elrendelt dolog volt, hogy a Qualitinnak nem kell fizetnie. Tehát milyen jó lett volna a Qualitin fizet, kifizeti a ráeső 586 millió forintot, és az önkormányzati az úszoda, mert azt mondja, hogy én vállaltam ennyi adósságot, több, de nincs pénzem, belátom, tévedtünk, vagy nem jó a gazdasági helyzet, másképpen ennyi veszteséget vállaltam, továbbiakban nem tudok vállalni, átadom az úszodát, ha kéri az önkormányzat. Ezt is mondhatta volna, de nem mondta. Tehát az 586 millió forintot nem azért fizette ki az önkormányzat, mert ez eleve el volt rendelve, hanem azért, mert volt egy cég, aki nem fizetett, és helyette kellett kifizetni, hogy ne zárják be az úszodát a bank miatt, vagy a köztartozások miatt. Tehát ez a probléma, és az a probléma, hogy most
az önkormányzat még akár a saját jogi szakértőjének a véleményére, vagy külsős jogi szakértők véleményére mondja azt, hogy nincs esély behajtani. Mikor az önkormányzatnál van olyan jogász, aki azt mondja, hogy lehet, hogy van, és bocsánat, elképzelhető, hogy be lehet hajtani. És azért mondta a polgármester úrnak, hogy ne az önkormányzat, ne a képviselőtestület, ne polgármester úr döntse el most így, akár egyik, akár másik szakvélemény alapján, hanem a bíróság, a független magyar bíróság mondja ki azt, hogy igen, be lehet hajtani, igen, nem lehet behajtani. A felelősség az legyen most ennél a pontnál a bíróságé. Amit eddig elkövettem, mondom akkor egyes szám első személyben, az pedig az legyen az enyém. Erre szeretném kérni polgármester úr. Szerintem ez a megoldása, ezt várják szerintem azok, akik most itt vannak, és egyébként is azok a szentendreiek, akik erről az egész ügyről értesültek. Szentendre és vidékében le lehet írni, hogy mit mondott Zsolt, mit javasolt, mit mondott a polgármester úr, le lehet írni, hogy hol követték el a hibát, az eredeti szerződés aláírásakor, utána a következőnél, mindenhol. Én, ha kell, akkor természetesen minden egyes mondatomat aláírom. Igen, volt, amikor rosszul döntöttem, de vállaljuk végre a felelősséget. És itt van az alkalom, polgármester úr, hogy ebben a pillanatban ennek a kérdésnek az eldöntését, hogy a konkrét 586 millió forintot vissza lehet-e venni, vagy nem, azt a bíróság mondja ki. Segíteni szeretnék a polgármester úr, hogy a felelősség ne önre, úgyis önre fogják ráhúzni, hogy ön mondta azt, hogy nem kell, mert a jogi szakértő, a bíróság mondja ki azt, hogy most be lehet hajtani, vagy nem lehet behajtani. Szerintem ez egy megnyugvás lehetne most itt Szentendrén. Itt igenis bízunk a bíróságra ezt a dolgot. Tudom, hogy egyedül ezek a liberálisok. Egy személy döntés is tőlem, az egész nem csak előteresztő, sem vagyok, sem voltam korábban a nézőkben. Továbbá jönnek, hogy nem tudom neki talán úgy tényleg. Köszönöm szépen, polgármester úr. Csak itt, hogy az 586 millió forintot hogy és mikor fizette ki az önkormányzat, ezt szeretnék kapcsolatba, vagy ez lesz a kapcsolatba szeretnék és oda megyek vissza, hogy mikor lett teljesen 100%-os önkormányzati tulajdonában. Amikor a Galitérő megvette az 1 forint ellenében a 33%-os tulajdonrészét, majd még ugyanebben az évben, a 2010. február 11-én a BSZ-től is megvette. Tehát az azt jelenti, hogy 2010. február 11-e óta 100%-os tulajdon, önkormányzati tulajdonban van az Akkodalasz Kft. És akkor most átmegyek egy másik tárgyalatba. Az első leasingdíj kifizetése pedig 2010. február 12. Ez azt jelenti, hogy egy napja már 100%-os tulajdonban volt a cég. Köszönöm szépen! Dr. Filon, van egy szó hozzászólás a Dr. Filonnásnak? A hatodikon úgy látom, hogy tulajdonul állja a szó. De, bocsánat, akkor úgy. Őben, még egy napot különlás, kérem ragaszkodja a mindenhez. De felháborít az, hogy itt most párbeszéd folyik, azért az egyeseknek korlátlan hozzászólási lehetősége van, ketteseknek pedig csak egy-egy perc. Itt közben felmerülnek olyan dolgok, amire igenis reagálni kell a képviselőnek, mert a felemés napok mellett és olyan csúsztatások vannak itt, például a Dupai Miklós hozzászólásában, hogy ott már elképesztő, egyik szavára üti a másikat. Hát csak például az, amikor azt mondja, hogy nem volt joglemondás, akkor minek kellett beterjeszteni azt, hogy nem kívánt kiérvényesíteni a jogaikat. Vagy például az, hogy a bérlek főösszegben mínusz 240 millió forint van.
Bocsánat, miért ügyrendi? Érdemi hozzászólásra, nem ügyrendi. Azért, mert nincs egy perc, nem volt hozzá. Akkor sajnálatos, hogy az SMS mindenkit leszabályoz. Megvallom a szót. 201 millió forint, akiknek főzzek. Köszönöm. A számíteni törvény szerint készítettek összeget, akkor ha bennek kell lenni az 560 millió forintnak a hiánynak, vagy akkor 300 millió forintnak kell-e? Köszönöm, képviselő. Tartsd le a szót. Csak azt szeretném mondani, hogy a utóbbi hetek eseményeik szólnak le miatt a frakciónk a jó hírnél a védelmével a jogi érdéseket megtettek. Köszönöm. Jó, köszönöm. Magyar Ittászó. Egyetlen egy dolgot szeretnék itt tisztelni. Miért kicsában neve elhangzott, mint polgármester. Ő 2005. decemberében lemondott. Valóban 2005-ben született egy három oldalú szerződés, de az érdemi beütésekben már nem volt, amikor a készített a kezességről és egyébekről döntöttünk, és azt hiszem, ne felejtsük el, hogy akkor is jobb oldali többségű volt a városvezetés. Köszönöm, ez van egy Fekete János. Fekete János, jött is legyen szó. Köszönöm, nekem még van. Átnéztem a jogi szakértőnek a véleményét és megállapításait, és egy nagyon érdekes mondat ragadta meg a figyelmet, ez így szól. A szakértő számára adott információk alapján ez a jogi szakértő. A fizetési felszólítások nem történtek meg minden esetben, ennek megfelelően nem volt szerződésszerű az. A szakértő vélemény alapján tekintve azt, hogy a normál fizetési menetben nem történtek meg a felszólítások, sem a leasingadó, sem az önkormányzat részéről, a kvalitív készfizető kezesként nem került óvívóba. Olvasták önök ezt a szakvéleményt? Mert ha olvasták, akkor olvassák el, mert elég érdekes megalapításokra nyelvernek. Úgyhogy erre a bizonyos jogi szakértői véleményre hivatkozik itt a Miklós, ami úgy néz ki, hogy Nikolai Miklós véleményével szemben áll szövesen. Ismét javasolnám a harmadik határozati javaslatunkat keményen megfontolni, ami ugyanis a szakértői bizottság, illetve a vizsgálóbizottságnak a létrejöttét van hivatkozolgálás. Szerintem, hogy a képviselő újra elolvasta alaposabban az anyagot, ez nem jogi szakértő, ez pénzügyi szakértő vélemény volt, és alatta a pénzügyi nem minden. Ugye és két-három sorra azt is leírja, hogy ezekben a kérdésben jogi szakértő bevonását tartja szükségesnek, annak megvizsgálása, milyen lépéseket lehet tenni. Úgyhogy úgy értem, hogy ez nem ellenkezik ez alapján, hogy a Lukai Miklósnak a véleményével, hát ez pénzügyi szakértő vélemény. Jó, kérem szavazunk, akkor tehát először a Lukai Miklósnak a módosítja a javaslatára. Kérem szavazunk. Szavazunk. Kérdésem. Megkezdtük a szavazást. Igen, tehát elnási a szó. Azokra a kérdésekre, amik korábban felmerültek, mint Kiro András, Fülöcsolt részéről. Ezek a kérdésekre nem kaptuk meg a választ. Tehát addig, amíg ennek a kérdésekre nem kaptunk választ, addig kérném, hogy ne szavazzunk a határozati javaslatot. Elhangzott a kérdések, nyilvánvalóan ezek beszélgetek a kérdéseket. Kérem, hogy választjátok. Milyen kérdésekre gondol képviselő? Fekete János a szó. Nem tudom szó szerint idézni a kérdéseket, de tartalmilag próbálja meg. Jó, a Fülöpülök akkor elmondja. Köszönöm, azt hittem neked János is figyel. Köszönöm, Fülöpülök. Kedves polgármesterről lehet. Nagyon rossz irányban navigáltuk bele magunkat. Ez látszik. Pedig nem kellene. Fölösleges. Fölösleges szó? Most azt mondom, hogy fölösleges. Ugyanis látszik, hogy polgármester úr párt magában hajlana arra, hogy a bíróságra bírja, vagy bízza ennek az ügynek az eldöntését, mégis valamiért másképp fognak dönteni. Szerintem ez nagy hiba. Úgy gondolom, és a kérdés a következő.
úgy gondolom, hogy egyenként név szerint jó lenne, ha szavazni erre a kérdésre. És tudom, hogy először a Dukanyi Miklós javaslatát fogja költeni polgármester úr. Ezt nem szoktam, hogy ezt tudom. De azért lenne jó egyenként akkor nem szavazni, de nyilatkozni arról, hogy a bíróságra bírmányát szíve szerint a képviselő a döntés. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű nyilatkozat, mindenféle jogi következmények nélkül, mindenféle rögzített szavazás nélkül. Úgy gondolom, hogy ez végig kellene próbálni ezt a szavazást. No, a kérdést most sem hallottam, de mindegy. Tehát négy szerinti szavazás kérde, vagy hogy a határtévaslatokról a háromra külön szavaztassa? Nem egyértelmű számomra, hogy mi az ügyrendi kérdések, mint is a külön. Tisztában vagyok, hogy polgármester az ügyrendel, tisztában vagyok, hogy annak nincs esélye, hogy a mi határozati javaslatunkról szavazzunk először, és utána a saját módosító indítványokról. Tehát erről tisztában vagyok. Arra szeretném lehetőséget adni a képviselőknek, mindenkinek, hogy egyenként iratkozzanak arról, hogy szerintük melyik lenne a jó megoldás hallgatni az általunk eddig ismert jogi szakértők véleményére, vagy a bíróságra bízni az ügy eldöntését, hogy be lehet hajtani, vagy nem lehet behajtani ezt a pénzt. Ezt szeretnénk kérni, polgármester. Köszönöm, tovább kell kérni, a képviselőt is kell kérni. Tehát akinek még van ideje, bárki bárhol hozzászólhat, elmondhatja a véleményt, elmondhatja a javaslatot, hogy nyilván ugyan is megtette a képviselő úr. Fölött Jánosi a szó. Szerencsére, hogy felhúzhatom, hogy ilyen, itt sok szövegbe elveszett. A két kérdés merült ki, hogy az egyik a fejlesztés, és Bozsakin az a vezetőjének a kérdése, hogy az ő státusza megszűnt-e, ha nem szűnt meg, felfüggesztődött-e. A válaszadó adott a képos. A nem részem, hogy konkrétan válaszadtam rá. A másik kérdés pedig a december 12-i határozat, amivel a testület határozat nem jogrendű nyilatkozat, akkor minek kell mondanom kérdezni. Nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy december 12-én arra határozat a testület, hogy lemond az adósságban. Ez véleményünk szerint is jogrendű nyilatkozat. Úgyhogy bármilyen közöket próbálj belemutatni, ez jogrendű nyilatkozat. Kérdés után meg is válaszoltak. De az elsőre vonatkozó személyi kérdésre dr. Dukanyi Miklós már válaszolt. A másik kérdése pedig, hogy joglemondó nyilatkozatban nem, azt szintén értelmezték a képviselő különböző képpel. Tehát a Dukanyi Miklós is értelmezett, a Dukanyi Miklós is. Tehát nem értem a konkrét kérdést, akkor jegyző a szöntök kérje az értelmezését ennek a kérdésnek, a joglemondás, vagy mi a konkrét? Igen, akkor följegyző a szöntök majd a szó. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy mind a két képviselő úrnak igazán lehet, hogy egyik őknek sincs igazán, hiszen a képviselő bezsület döntési szabadsága az adott, tehát a képviselők a rájuk puházott hatáskörükben eljárva módosíthatják ezt a határozatot. Nem azt mondták ki, hogy soha többet nem fognak érvényesíteni a paritimán szemben, mert se ezt is mondták volna ki, akkor is szuverén joguk ezt módosítani. Tehát én azt gondolom, hogy annak nincsen akadálya, tehát nincs jogi akadálya, hogyha a testületnek a szándéka megvan arra, hogy módosítsa a decemberi határozatát, akkor azt módosítja a nem érvényesít helyet arra, hogy érvényesít, és nyilván a szükséges alapkikerlégeket megteszi. Ennek nincsen ilyen jellegű kötőereje. Én úgy gondolom, hogy ezt megteheti a testület, ha erre van szándéka. Saját önellentmondásra képviselőt belegondol, mert hogyha az lenne, hogy Fekete János képviselő, hogy egy végleges joglemondó nyilatkozat lett volna múltkori, akkor most nem hozhatjuk volna be újra, hogy megváltoztassuk. Tehát ebből látszik, hogy ez nem végleges, hiszen kísérjük saját magasítani. Tolodj olyan a szó. Csak egy mondatot ismét avval kapcsolatban egyenként a képviselőválaszolnak erre, nincs szükség rá, hiszen mindenkire benne van abban a szólamban, amit kiszolhatok minden lakásra szedni, az nem egyértelmű állásra vagy lezárva. Köszönöm. Akkor szavazunk. Először a Dukanyi Miklós étványára. Kérem, szavazunk.
szavazatra. Szavazunk a határozati javaslatokról, nem kér külön szavazást, ugye? Képviselőt az egyes, kettes határozati javaslatról. Külön szavazunk? Bocsánat, az elsőnek volt egy módosítója, ugye? Ha jól értettem, képviselő úr a sajátját kérte úgy módosítani, hogy ne csak a visszavonásról, hogy ne a visszavonásról szóljon, hanem annak tartalmi módosításáról, hogyha az elfogadható képviselő úrnak, akkor szövegszerűen én ezt így javasolnám. Szentendre Városi Önkormányzat képviselő testülete a 383/2013-10.12-3 határozatát módosítja az alábbiak szerint. Felkéri a polgármestert, hogy a 2006. június 28-án kelt az Akvaparaszt Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Mint vízigbe vevő, Szentendre Város Önkormányzat, a Raiffeisen Property Leasing Zrt. Mint vízigbe adó, és a Quality Consult Kft. Mint készfizető kezes között létrejött 112 OMIUA 16078 számú ingatlan leasing szerződés, valamint az ugyanazon a napon a Quality Consult Kft. Kötelezettségvállalása tárgyában Szentendre Város Önkormányzat és a Quality Consult Kft. Között létrejött szerződés alapján érvényesítse igényt a Quality Kft.-vel szemben, és ennek költségeit a költségvetésbe tervezve be. Rendben, köszönöm. Köszönöm. Akkor kérem, hogy erre szavazzunk. Tehát az egyes hatás választott a szavazunk először. Kérem, szavazzunk. Köszönöm. Utasítva. És akkor kérem, szavazzunk a kettes hatásnak a javaslatot. Nektek egy gombonyomás. Egyébként. Igen, Józsi, beszélt. Ennyi volt. Ne félj, Simon. Marad elé. Köszönöm.